Az első órában a felszereléssel és a sporttal ismerkedtek a fiatalok. A Magyar Jégkorong Szövetség Gyere te is korizni programjában, melynek egyik helyszíne idén is Sátoraljaújhely volt. A sportág népszerűsítését fontos feladatnak tartja a szövetség, és ezért hajlandók több száz kilométert is utazni oda, ahol van csarnok, pálya vagy csúszható felület, hogy bemutassák, milyen jó sport a jégkorong. A toborzáshoz idén is két magyar klasszist, Vas Mártont és Kis Andreát kérték fel. A tavalyi első bemutatóhoz képest annyi előnye volt a toborzóknak, hogy több gyermek már ismeri ezt a sportot, köszönhetően a zempléni Hiúzok utánpótlás csapatnak. Az első cél tanulni meg korcsolyázni minden Sátoraljaújhelyben tanuló gyerek óvodáskortól iskoláskorig. És természetesen aki kedvet érez, és azért bízunk benne, hogy sokan lesznek, akik kedvet éreznek arra, hogy ütőt is fogjanak a kezükbe. Minden nagyobb számú gyerekkel tudunk dolgozni, annál nagyobb az esély annak, hogy valami tehetséget találunk, hogy a magyar jégkorong sportot jobban tudjuk szolgálni. Vas Márton 2017-ig profi jégkorongos volt. Idén váltott, és ma már az U20-as ifi válogatott vezetőedzője. Szívesen vállalta a toborzást, hiszen 27 év tapasztalata van a sportban. Tudja, mit kell mondani a gyerekeknek róla. Hát először is azt, hogy érezzék jól magukat. Próbáljuk mindenféle kis ajándékokkal megmotiválni őket, fölvidítani őket, hogy itt a szürke hétköznapokban igenis kaphatnak még a sporttól dolgokat a gyerekek is. Először egy ilyen kis ajándékkal próbálkozunk, és akkor utána, hogyha megtetszik nekik ez a dolog, és legalább ki akarják próbálni, akkor már úgy gondolom, hogy az már az edzőkön múlik utána, hogy mennyire tudják megszerettetni a gyerekekkel ezt a sportot. Profi karrierjének az elején jár, de már nagyon sokan ígértek neki sikeres jövőt. Kis Andrea vagány hozzáállása a jégkorong tudásával párosult. Ifjúsági válogatottként is sikeres lányok célja most az, hogy a világbajnokságban a felnőtt csapatban is jól szerepeljenek. Azt már régen bemutatták, hogy ez a sport nem csak a fiúké. Én két évet játszottam Svájcba, de nagyon sok világbajnokságon jártam már. Az U18-al feljutottunk az A-csoportba, és idén a felnőtt nőivel is az a célunk, hogy az A-csoportba feljussunk. A jégkorongozók a csarnokban rövid edzést tartottak a fiataloknak, és természetesen az autógramosztás sem maradt el.